Mesztegnő már hosszú évek óta ad otthont a Rétes Fesztiválnak. Máron 19. alkalommal rendezte meg Mesztegnő a Rétes Fesztivált, ami nem csak a falu, nem csak a megye kitűnő és kiváló gasztronómiai fesztiválja, hanem bőven országos ismertségre tett szert. A megnyitóban elmondtam, hogy ahhoz, hogy a sok-sok fölmerült ötletből mi lesz hagyomány, és mi az, ami évtizedekig él, az tulajdonképpen az dönti el, hogy mennyire tudják az emberek magukévá tenni, és mennyi értéket raknak ebbe bele. Mesztegnő neve az összefor a rétessel, és nem csak a helyiek, hanem a környékből érkezett csapatok is készítenek ebből a kiváló ételből. Túrósat, gyümölcsöset és egészen extra kísérletek is vannak. Több zsűri dolgozik jelenleg is azon, hogy kiválassza a jók közül a legjobbakat. Én azt gondolom, hogy aki ellátogatott erre a mai eseményre, az biztosan finomokat ehet és színvonalas programok között jól érezheti magát. A Somogy megyébe látogatók megismerkedhettek a falu szépségeivel, illetve a kemencébe sütött rétesekkel. Ugye mindenki útkeresésben volt rendszerváltás után, hisz korábban ilyenek nem voltak, és mindenki kereste azt az utat, amivel a települést valamilyen formában helyzetbe tudja hozni, és Mesztegnőn a rétesre esett a választás, mint gasztronómiai értékre, és bármilyen meglepő is, egyébként egyszerű ételnek tűnik a rétes, de olyan lehetőségek vannak a rétes sütésben és a változatosságában, hogy ez a mai napig is tartja magát, és fennmaradt, nem beszélve arról, hogy ezáltal a rétesütés tudománya a falu lakóinak nagy részére átterjedt, és a fiatalok is ma már, mondhatnám azt is a lányom szerint, minden fiatal szinte tud rétest nyújtani és sütni ebben a községben. És ebben a rétes forgatagban nyilván vállalkozók is jönnek szép számmal, akik réteseket árulnak. A falu és a község, aki híresítette ezt az egészet, az maga legalább 8-10 féle rétessel szerepel az önkormányzat, a vállalkozók is, és ezen kívül a településen lakók maguk is sütnek rétes, és ha azt is összeadjuk a többi, akkor így jön ki az a 40-50 ezer darab, mert ma már mindenki vár vendégeket ide, annyira híressé vált a Rétes Fesztivál, hogy mindenki erre a napra, ezekre a napokra hívja a vendégeit, a rokonait, barátait, hogy részese legyen ennek a vásári forgatnak és ennek a nagy élménynek, ami egyébként kulturális szórakozás is ígér, azon túl, hogy a kézműves vásárosok is eljönnek, mert szeretnénk, hogyha ez a fesztivál egyben a valódi magyar kézműves iparnak is teret és lehetőséget adna, hogy árulja termékét és megismertessék a termékeiket. Ez évben is ínyencekkel telt meg a Rétes utca. A kulináris örömöket kedvelők 54 féle rétes közül választhattak. A fügés citromostól a sárga barackos rizsesen keresztül a csülkös rétesig a legkülönbözőbb ízkombinációkkal kóstolhattak a Mesztegnyőre látogató. Mi Horgosról érkeztünk Vajdaságból, tehát mi a határ mellett rakunk közel, Szegedhez közel, 18 kilométerre is Vajdaságból hoztuk. Már 7-8 éve veszünk részt ebbe ezen a versenyen, és akkor kisebb-nagyobb eredménnyel. Kétfajta tésztával dolgozunk, vajas tésztával, meg húzott tésztával. Hát most készültünk az idén először vajdasági krumplis rétessel, mert azt úgy tudtuk, hogy itt azt nem, vagy hogyha készül is, nem ilyen ízesítéssel, mint nálunk. Az érdeklődők láthatják a rétes készítés teljes folyamatát, a vállalkozó kedvűek pedig ki is próbálhatják. Jó lisztet kell találnunk, és azt ledagasztjuk, hát úgy, mint a kelt tésztát, ugyanúgy kell ledagasztani, és hát ha jó a liszt, akkor el is fog az nyúlni. Egy kicsit pihentetjük, és akkor utána ki lehet így nyújtani, mint a itt a hölgy, ahogy csinálja, és akkor nem is olyan nehéz. A dagasztás és a nyújtás után pedig a kemencében sütött rétesek a vásárlók és a zsűri asztalára kerültek.
én a gyümölcsös rétes kategóriában kóstolgatok, és egészen érdekes kísérletek is, és nagyon zseniális kompozíciók is születtek. Illatot, a megjelenést, az összhatást, egyforma értékelő lapot használ minden zsűri, úgyhogy 5 szempont alapján áll össze a végeredmény. Izgatottan várjuk, hogy melyik lesz a legjobb. Túrós rétes szeretem a legjobban, természetesen ezért kerültem a gyümölcsös rétes zsűriébe. A vegyes kategóriába, most már évek óta részt veszek a zsűrizésben. Nagyon érdekes feladat, kihívás mindenki számára, eldönteni végül is, akik itt részt vesznek, indulok, hogy amit hozzátesznek, tehát értékeket, mi egyszerűen ott az asztalnál felülbíráljuk, hogy most melyik tetszik. Igazából általában a zsűritagok egyhangúan szoktak véleményt alkotni, tehát nincsenek olyan szélsőséges eltérések a vélemények között. Több szempont van, a színhatás, tehát hogy állagra, hogy néz ki, az ízek hogyan harmonizálnak, akkor összességében az egész, ami a rétes megnevezése, hogyan hangolódnak össze. Egyéb kategóriával kerültem, ezértben sok éve járok már a rétes fesztiválra. Hát a kedvenc réteseim igazából gyümölcsös, egyéb, hát most sikerült is, hogy gyümölcsösök valamennyi, vagy legtöbb burgonyával volt kombinálva, tehát de azért az egyéb kategória így hogy mondjam, nem nőtt ugye a szívemhez, mint az egyéb gyümölcs kategóriák, ahogy eddig, tehát a most már a rétesek, a burgonyás, most például a vegyesbe, mindennel már kombinálódott, most hál' Istennek idén nem volt pizzás rétes, de volt szalonnás, medvehagymás és minden egyéb, ami érdekes új íz, sőt, olivás rétes is volt, ami olivabogyóval volt, tehát új ízeket hoztak már az idén a csapatok. Hát gyakorlatilag a hölgyek, ahogy először hozzák a szín, illat, tehát először egy tepsis bemutatás történik, szemrevételezzük és illatát nézzük a rétesnek, majd később kapjuk a kóstolót, amit úgy egyéb apró, hogy mondjam, összhatás alapján, és ez még összesen majd a zsűri elnök összeadja az összesent, és akkor meglátjuk, hogy ki lesz a győztes ezen a szép napon, úgymond. A túrós rétes kategóriába vagyok zsűritag, és nagyon érdekes és nagyon finom réteseket kóstoltunk az idén is. 15. alkalommal vagyok itt, és a zsűribe általában túrós rétes kategóriába szerepelek, mert az a kedvenc rétesem, de a többit is természetesen megkóstoljuk. Egy nagyon színvonalas, nagyon jó rendezvény ez. Különlegessége ugye az, hogy 19. alkalommal gyűlnek itt össze, több százan, ezren fordulnak meg. Én magam is nagyon sok olyan ismerőssel találkozom, aki az ország másik végéből eljött a Balaton partjára, itt tölti a szabadságát és ellátogatott ide. Reméljük, hogy nem csak országos hírű lesz, hanem nemzetközi hírű is ez, a Mesztegnyői Rétes Fesztivál. Mondom, különleges csemegék vannak itt, különleges élmények az összhatásába, az emberek kedvességével, a igényességével, egy igen színvonalas, magasan jól szervezett egy rendezvény ez. Érdekes módon inkább a hagyományos rétesek felé fordítom a fejemet és a tekintetemet is, meg nyúlok érte kezemet is, hogy azokat hadd kóstolhassam. Tehát a konzervatív stílusú rétes az bennem gyerekkoromtól él, a nagyanyám, az édesanyám sütötte rétesek jutnak eszembe, és ezek nagyon, de nagyon hajaznak azokra a régi ízekre. És itt, hogyha megnézzük, mert végignéztem azokat a kedves asszonyokat, akik itt dolgoznak és sütik a rétest, és látom benne, hogy hát van közöttük olyan kedves, idős hölgy, aki gondolom, hogy ezeket a csapatokat megfelelő módon tudja vezetni és irányítani. A 13 csapat által elkészített több ezer rétes különlegességek között a burgonyás szalonnás medvehagymás, tóhalas és fenyőmézes grillázsos rétesek voltak a legkülönlegesebbek, de a hagyományos somogyi káposztás rétes volt a legnépszerűbb a somogyi rétes partin. Az idén is több ezer látogató érkezett Mesztegnyőre, de a szervezők már jövőre a jubileumi 20. fesztiválra készülnek. Ne sírj, kislány, felejtsd el a nevemet.